A közelmúltban nagy számban jelent meg parazitafertőzés városunkban, mely probléma elsősorban a kisgyermekeket érinti. A fertőzés tüneteiről és kezelési lehetőségeiről dr. Kovács Fruzsina gyermekorvost kérdeztük. A cianogirisztáról van szó, ez nem egy új járvány, ami gyermekkorunkban is volt. Ez tipikusan a gyermekközösségekben terjedő betegség. Természetesen felnőttek is elkaphatják, de mivel ennek azért a higiénia hiányának is van jelentős oki szerepe, ezért van az, hogy inkább a kisebb gyerekek fertőződnek meg könnyebben tőle. Ez egy élősködő, ez a cianogirisztá. Elvonja a szervezetből a tápanyagokat, vitaminokat, így hosszú távon hiánybetegségeket is tud akár okozni. A fertőző forrás az általában maga az ember, de lehetnek a ház körül élő kis állatok is, ezért ezeknek a féregtelenítésére is érdemes gondolni, és hogy odafigyelni negyed évente javasolt. A peték a köröm alól vagy fertőzött tárgyakról juthatnak a szervezetbe. A betegség jellemző tünete a végbéltáji viszketés. Úgy kezdődik a fertőzés, hogy ez a féregpete, ez nagyon apró, ez meg tud bújni a körömágy alatt. A kezével a fertőzött beteg, gyerek vagy felnőtt megfogja a körülötte lévő tárgyakat, ételeket például, és akkor az ételt megeszi, így kerül a tápcsatornába maga a kórokozó. Ami a vékony bélnek a patkóbél részében alakul át lárvává, ott 2-4 hét alatt kifejlődik maga a giliszta. Ez a giliszta utána tovább vándorol, ott a vastagbél kezdeti szakaszán szeret lenni a vakbél tájéken. Igazából nehéz tetten érni magát az állatot, mert hogy ez itt él. Csak a nőstények, amik egyébként azok is elég aprók, mert 2 centi nagyságú maximum, és azok kivándorolnak a végbélnyílás környékére, ahol a redőkben lerakják a petéiket. Ezt jellemzően éjszaka, a hajnali órákban teszik meg, tehát itt felhívhatja a figyelmét a szülőknek, vagy tehát az érintetteknek a végbéltáji viszketés. És ilyenkor, hogyha ha megnézik ez adott területet, akkor lehet akár gilisztát is látni. Az egyik tünete, akkor már el is mondtam, hogy ez a viszketés. Lányoknál lehet ott a szemérremtest környéki gyulladás viszketés is, illetve hogy a nyugtalanságot észlelnek az adott érintett szülők vagy gyerekek, illetve a korábban szobatiszta gyereknél előfordulhat bepisilés is, hosszú távon, tehát étvágytalanabbak ezek a gyerekek, hosszú távon akár fogyás is előfordulhat. A fertőzés kimutatása mintavétellel, gyógyítása pedig gyógyszeres kezeléssel történik. A peték azok nagyon hamar lerakja a giliszta, egy pár órán belül már fertőzőképesek. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon könnyű újra fertőződni, illetve egyáltalán bárkinek is megfertőződnie. Másik pedig, hogy hát még ugye a higiénia hiánya segíthet ebben. Kimutatása, a hagyományos széklettenyésztés az nem igazán jó erre. Tehát a 3 tenyésztésből is csak maximum 90%-os találattal tudunk dolgozni. Van egy speciálisabb, egy ilyen cellulószerű anyaggal mintát venni a végbél környékéről, ezt pedig nem mindegy, hogy mikor tesszük meg. Érdemes reggel az első mosdóhasználat előtt elvégezni ezt, de itt sem biztos a kívánt eredmény. Gyakorta egyébként sokáig nagyon tünetmentes tud ez lenni, ezért is érdemes. Most ugye az apropó az nálunk, hogy ugye felütötte a fejét ez a fertőzés, de és egyre több gyerkőcnél tapasztaltuk ezt a megbetegedést is. Úgy terveztük, és el is indultunk ezen az úton, hogy akkor mindenkit kezelünk a gyerkőcök környezetében. Mert a következő lépés az, hogy ha már tudjuk, hogy van ez a betegség, akkor ezt csak úgy tudjuk kiirtani, hogyha egy bizonyos gyógyszert megkapnak az érintettek. Ez
mebendazol hatóanyag tartalmú gyógyszer általában. Ebből megoszlanak a vélemények, hogy ki hogy adagolja. Én 3 alkalommal szeretem adni a betegeimnek. Az első, a 0. héten, a 2., illetve a 4. héten. Ahogy a petéből a giliszta a folyamat során kifejlődik, annak megfelelően szoktam én így adagolni. Az újrafertőződés elkerülése érdekében célszerű a körmöket rövidre vágni, sűrűn takarítani a mosdót, és magas hőmérsékleten mosni, illetve vasalni az ágyneműket. Nem elég annyi, hogy gyógyszeresen kezeljük az érintetteket, mert egyrészt a közeli hozzátartozókat, az egyháztartásban lakókat is mindenképpen érdemes kezelni, ezután pedig bizonyos higiénis dolgokat is be kell tartani. Nagyon fontos a körömöknek a minél rövidebbre vágása, mert mondom, hogy így a legkönnyebb terjeszteni ezeket a kórokozókat. Második, akkor az ágyneműnek, a fehérneműnek, pizsamának, ruházatnak a magas hőmérsékleten mosása, vasalása is nagyon fontos, illetve a takarítás nyilvánvalóan mindenhol, de a legfontosabb ez a fürdőmosdó helyiség is, nagyon oda kell figyelni, hogy a kilincseket se hagyjuk ki, mert hát ugye azt fogjuk meg első körben. Illetve, ahogy már korábban szóba hoztam, a kisállatok féregtelenítése is nagyon fontos. A cérna giliszta fertőzés tehát a tablettás kezelés kezdetétől számított 3 héten belül megszűnik, ugyanakkor célszerű a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetni.